Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm mai két meghívottamat, ahogy már mondtam önöknek, Gellén Sándor református esperes urat, valamint Ecsedi Árpádot, Koltó község lelkészét. Mi is a téma, amiért önök elfogadták ezt a meghívást? Köszönöm, hogy elfogadták. Mint már tudjuk, 500 éves a református mozgalom, és ennek megünneplésére június 17-én Nagybányán egy fesztivált szerveznek. Kezdjük tehát a legelején. Kedves Gellén Sándor, örömmel üdvözlöm, és arra kérném, hogy röviden mutatkozzon be. Mikor végzett, hány éve szolgál, és mióta esperesünk? Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Hát az én életem eléggé bonyolult, hisz... Nagy vonalakban elmondom. Tasnádon születtem, de semmi közöm nincsen Tasnád városához, csak éppen édesanyám, oda vitték be édesanyámat szülni. Tasnád mellett laktam 4 éves koromig, majd 4 éves koromban beköltözött a család Nagy Károlyba. Így nevezem magam Nagy Károlyinak. Félig én is az vagyok elárulva. Örvendek neki. És ott végeztem a középiskolai tanulmányaimat. Felvételiztem a teológiára, majd oda nem sikerült be, az első próbálkozás nem alkalmával nem jutottam be, majd másfél évi katonai szolgálat után 1990-ben jutottam be a teológiára, és 1995-ben végeztem, 1 évet voltam segédlelkész Budapesten, majd 1996. december 1-től Sáros Magyar Berkeszre kerültem, az Egyház megye déli részén lévő kis településre, és itt szolgáltam 15 és fél esztendeig, majd pedig 2012-ben a Szatmár megyéhez tartozó Avasújvárosi Református Gyülekezet hívott meg lelkészének, és 2015. január 1-től nyugdíjba vonult az akkori egyházmegye esperese Varga Károly, és mint főjegyző vagy esperes helyettes átvettem az ő helyét, majd pedig 2015 márciusában megválasztottak arra az időszakra, ameddig tartott a mandátum a Varga Károlynak, ez 2016. augusztusáig tartott, és 2016-ban 6 esztendőre megválasztott a Nagybányai Református Egyházmegye esperesének. Gratulálok azóta, hozzá. Köszönöm szépen, azóta vagyok a Nagybányai Egyházmegye megválasztott esperese. Úgy tudom, Gellén Sándor nagyon jártas a történelemben. Egy kis történelem leckét, hogyha bemutatna nekünk erről a reformációról. Azt tudjuk, most már minnyáján hallottuk, bár én katolikus vagyok, de már én is hallottam, hogy 500 éves a református mozgalom. Rövid történetét, okai, miért is indult, ki indította, miről szól. Egy pár szót kérlek Luther Mártonról, Ulrich Zwingliről és Calvin Jánosról meséljen nekünk. Jó. Úgy tudom, ők voltak. Igen. Az első. Nagyon jól tudja, jó felkészült erre. Hát a reformációt mindenki úgy képzeli el, hogy egyik napról a másikra felébredt Luther Márton, és kiszegezte a 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, de ez nem így történt. Vannak ennek előzményei, az, ami köthető a magyar néphez, Husz Jánosnak a mozgalma, ő egy szerzetes, illetve lelkész volt, aki Prágában egyetemi tanár is volt, illetve lelkipásztor is volt, a Betlen kápolnának vagy templomnak volt a lelkésze, aki legelőször a kelet- vagy közép-európai egyházak képviselőjeként egy mozgalmat indított. A fő indoka az volt, hogy az egyház térjen vissza onnan, ahonnan elindult, többek között reformokat sürgetett. Ilyen reform volt az egyik, az, hogy az egyház térjen vissza a 13. század előtti urvacsoraosztás gyakorlatához, ami azt jelenti, hogy a két szín alatti urvacsoraosztás, hogy ne csak a lelkész legyen részese az urvacsorának a bor részéből, tehát ne csak ő igyon a kehelyből bort és vegye Jézus vérét, hanem a gyülekezet tagjai is részesedjenek a Jézus Krisztus testébe, hisz ezt hagyta meg Jézus Krisztus akár a kenyérre vagy ostjára, vonatkoztatjuk ezt, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, és ugyanezt mondja a pohára is, hogy a pohára az új testamentum, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és nem zárja ki a laikusokat vagy az egyháznak a tagjait. Volt a mozgalomnak még egy
kiemelkedő momentuma, vagy követelménye, és ez nem más, mint az, hogy kezdjenek el a nép nyelvén igét hirdetni. Tehát az anyanyelvi ige hirdetés volt a legfontosabb. Harmadik dolog pedig az, hogy ne gazdagodjon a katolikus egyház, akár éppenséggel a híveknek a kárára. Tudjuk azt, hogy a konstanci zsinatra megidézték, azt ígérték neki, hogy ott beszámolhat a tanairól, arról, hogy mit tanít, de a konstanci zsinaton nem ez történt, őt mágián elégették, és elindult a huszita mozgalom. Azért is lényeges ez számunkra, hisz a Budai Nagy Antal féle parasztfelkelés, ami Erdélybe is érezteti hatását, ennek köszönhető, tehát a kelyhesek itt harcolnak, s ha már éppen az egyházmegyénkre vonatkoztatjuk ezt a részt, tudjuk azt, hogy a szamosardói templomon, a külső részén a szamosardói templomnak található fölfestve egy tulipán, ami nem fölfelé nő, vagy nem fölfelé mutatnak a szirmai, hanem lefelé, ami a kelyhességnek is a jelképe, illetve állítólag Bálint pap, aki lefordította a huszita Bibliát magyar nyelvre, ez a Bálint pap megfordult Szamosardóban is. Ez volt az egyháznak az egyik ilyen előreformátori szele, és Luther Márton, amikor, hát Luther Márton 1483-ban született Németországban, Eisleben városában, majd pedig két érdekes dolog történik az életében, egyik társát meggyilkolják, illetve egy vihar alkalmával a fa alatt, amely alatt állt, belecsapott a villám, és akkor elhatározta Szent Borbálához imádkozva, ha megmenekül, akkor szerzetes lesz. Így lesz ágostonrendi szerzetes. Tehát katolikus és szerzetes. Katolikus szerzetes volt, ágostonrendi szerzetes volt, és ő nem akart egyáltalán semmilyen változást a katolikus egyházban. Egyetlen egy dolog dühítette fel, ha szabad így fogalmazni, a bűnbocsátó céduláknak az árusítása. Na, miről szóltak ezek a cédulák? Ez lett volna a következő. Igen, a bűnbocsátó cédulák árusítása arról szólt, hogy a pápa hatalmat kapott arra, tehát a pápai bulla kimondja azt, hogy hatalma van a pápának megbocsájtani az emberi bűnöket. Ezzel nem is lett volna semmi gondja és problémája Luther Mártonnak, egyetlen egy dologba akadt ő bele, abba, hogy a katolikus egyház hiszi a purgatóriumot, azt a helyet, ahol megtisztulhat az ember olyan bűneitől, amit nem gyónt meg, vagy nem vallott meg, és a pápa vette ezt a bátorságot, hogy ő kimondja azt is, hogy a purgatóriumban már nem kell átmenniük azoknak, akik titkos bűnöket követtek el, hanem ő, ha megvásárolják a bűnbocsájtó cédulát, abban az esetben ő a pápa, mint Jézus Krisztusnak a helytartója, megbocsájtatja ezeket a bűnöket. Tehát pénzről szólt itt minden. Pénzről szólt minden, építették a Szent Péter katedrálist Rómába, de nem csak ez volt a nagyon-nagyon sarkalatos problémája Luther Mártonnak, hanem az, hogy ha a pápa mindent megbocsájtat, akkor hol van Krisztus? Hisz arra hivatkozunk, hogy Jézus Krisztus érdeméért, tehát az ő haláláért nyerhetjük el ingyen kegyelemből bűnbocsánatot és akár az örök életet is. 95 tétert szegezett ki a Wittenbergi vártemplom kapujára, amelyben nem kelt ki ő nagyon az egyház dogmáival szemben, csak a bűnbocsájtó cédulák dolgaiban szeretett volna rendet rakni. A 95 tétel kiszegezése előtt ő elküldi Albert Manci püspöknek a 95 tételt, mivel nem kap erre választ, ezért jut el egészen odáig, hogy a Wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezi a 95 tételét. A 95 tétel kiszegezése után rögtön jön a pápai államnak a válasza ezekre a tételekre. Nem ítélik el mind a 95 tételét, csak 41 tételben találnak hibát, és felkérik Luther Mártont arra, hogy vonja vissza a tanait. Luther nem hajlandó visszavonni a tanait, és 1520-ban elégeti a pápa bulláját, vagy a pápa felszólító levelét, amelyben kérte, hogy vonja vissza a tanait, majd pedig 1521. januárjában megérkezik a kiátkozási bulla, ami azt jelentette, hogy bárhol, bármikor Luther Márton bárki megöli, vagy élve
a bíróság, vagy akár az ítélő szék kezére juttatja, az jutalmat kap, illetve ha megölik, akkor büntelenül cselekedhetik meg ezt, hisz egy eretneket gyilkoltak meg. Ezzel indul el igazság szerint a reformáció, persze 1519-ben Eki János törbe csalja Luther Mártont azzal, hogy megtárgyalják a bűnbocsájtó cédulák kérdését, de olyan kérdést intéz hozzá Eki János, ami arra kényszeríti Luther, bár megfogadja, hogy nem fog másról beszélni, vagy másról nyilatkozni, mint akár éppen csak a bűnbocsájtó cédulákról. De Eki János fölteszi a kérdést, hogy mi a véleménye 20 tanairól, és kimondja azt, amit Husz János is korábban kimondott 1415-ben, hogy a pápa nem csalatkozhatatlan. Ez okozza a vesztét, idézőjelben Luther Mártonnak. 1521-ben a Wormsi Birodalmi Gyűlés elé idézik, ahol ki is mondja 5. Károly, német-római császár az ítéletet Luther Márton fölött eretnek, tehát kitagadják az egyházból. Ez ugyan azt hozta volna, amit hozott egykoron Husz János életébe, hisz Huszról tudjuk azt, hogy mágián égették meg, ellenben volt egy pártfogója, Bölcs Frigyes személyében, a 100 választó fejedelem személyében, aki gyorsan közli Luther Mártonnal azt, hogy akár itt elfoghatják és elítélhetik, és menlevelet ad, illetve elraboltatja az úton, ahogy megy vissza Wittenbergbe, Luther Mártont, és a Warburgi várba vonul vissza, itt fordítja le német nyelvre a Bibliát, hangsúlyozom, nem az az első német nyelvű Biblia, de ha már nincs mit csináljon, György barátként visszavonult Warburg várába, akkor hozzákezd a Biblia fordításához. Majd megnősül, gyermekei születnek, és a magyar reformációval olyan kapcsolata van, hogy a Wittenbergbe érkező diákok az asztali beszélgetéseken részt vesznek, hisz ezeken az asztali beszélgetéseken egy korsó sör mellett beszélgetés közben hitkérdésekről is beszélnek. Majd pedig 1546-ban, ugyanabban a városban, ahol született, oda is elment, hogy rendet rakjon szülővárosában, ott hunyt el, 1546. februárjában. Mit tudunk Ulrich Zwingliről? Úgy tudom, ő Svájcban indította el ugyanezeket. Igen. A tanokat, vagy ehhez hasonlót. Mi a közös a Luther tanításai és Zwingli tanításai között, és talán van-e valami, úgy tudom, van valami eltérés? Van eltérés is, igen. Zwingli Ulrich egy esztendővel később született, tehát egy évvel volt, vagy nagyon kevéssel volt fiatalabb, mint Luther Márton. Zwingli Ulrichról azt tudjuk, hogy a Bécsi Egyetemre járt, onnan kitagadták, majd aztán Bázelbe kerül, és a Bázeli Egyetemen fejezi be tanulmányait, és tanulmányai befejezése után Mária Einsiedelbe kerül, ami egy Mária kegyhely volt, és itt elkezd prédikálni arról, hogy nem a kegyhelyek és akár éppenséggel a régi hagyományok, vagy akár, tehát volt egy ilyen hagyomány, hogy maga Mária érkezett a templom szentelésére, illetve az angyalok is részt vettek Jézus társaságában a templom szentelésén, ezért a pápa bűnbánatot vagy bűnbocsánatot adott azoknak, akik ide elzarándokoltak. Einsiedelből tovább megy Glarus városába, itt összerúgja a port a város vezetőivel, majd pedig tovább lép, tovább megy Zürichbe. Az a különlegessége, hogy 24 kanonok él Zürich városába, de egy sem hajlandó prédikálni, és őt megfogadják a gyülekezet vagy a város igehirdetőjének, prédikátorának. Elkezdi az ige hirdetést Máté evangéliumával, és ebben találnak hibát. Zürich városa megvédi Zwingli Ulrichot, aztán az egész kanton 340, tehát Zürich kantonja 340 gyülekezettel a pártjára állnak, és mivel ott van még a 11-12 svájci kanton, amelyben katolikusok vannak, ezek föllázadnak ellene, és szeretnék, hogyha Zwingli Ulrichot kiadná a város, mivel hogy a reformátori tanítások, vagy a reformáció tanításait már bevette Zürich, illetve Bern kanton, ezért nem hajlandók erre.
egy csatában, Kappelben mérik össze erejüket a protestánsok, és ő meg is halt a kappeli csatába, és a különbség Luther és Zwingli között, de minden reformátor között az úrvacsora tana, tehát hogy mit vallunk az úrvacsoráról, ebbe csúcsosodik ki. Minden reformátor más-más elképzeléssel él, vagy másképpen bizonyítja az úrvacsora tanát. Mit tudunk Calvin János? Calvin János 1509-ben született Franciaországba, Párizsba tanult, egy nagyon-nagyon talpra esett, illetve egy nagyon jó fejű ember volt, tehát diákként is. 4-5 órákat aludt, és egész nap tanult. Hajnalban, amikor fölkelt, mindazt, amit megtanult az elmúlt napokban, azokat átismételte. Ez azért is lényeges, mert majd később, amikor akár a katolikusokkal szemben, vagy bárkivel szemben is vitája támad, fejből, emlékezetből idézi a katolikus egyház atyákat, első, harmadik századi egyház atyákat, zsinatoknak a döntését, tehát igazán sem a zsinatokból, sem a bibliai tételekből nem tudják őt megfogni. Főműve az institúció, vagy a keresztény egyház rendszere, és ez szerez neki hírnevet. 1536-ban adták ezt a könyvét ki. Visszatér Párizsba, közben még sok minden történik vele, megjárja Olaszországot is, Ferrarába. Visszatér szülőföldjére, de mivel első Ferenc francia király üldözi a protestánsokat, ezért úgy gondolja, hogy Bázelbe megy, és folytatja tanulmányait, illetve könyveivel, tanulmányaival támogatja a reformált egyházaknak a vezetőit. Közben áthalad Genf városán, a város lelkésze Fárel Vilmos felkéri arra, mivel már híressé lett az institúció kiadása után, felkéri arra, hogy legyen a város igehirdető lelkésze, illetve tanító lelkésze, tehát olyan, aki tanítja a népet. 1536-38-ig Genf városában lesz, megújulnak az erkölcsök, tehát egy egészen erkölcsös várossá lesz Genf városa. Tagja lesz ő is a Genfi tanácsnak, tehát a városi tanácsnak. Elég komoly dolgokat vezetett ott. Igen, elég szigorú dolgokat vett fel be, és éppen ezért két esztendő múlva el is üldözik, vagy azt mondják, hogy hagyja ott Genf városát, ekkor Strasbourgba megy, Strasbourgba időzik 4 esztendőt, Strasbourg a tanulásnak, illetve az alapoknak a letétele, azért is lényeges ez, mert ott készíti el a református, vagy az, amit mi kálvinista egyháznak nevezünk, bár ő nem igazán örülne annak, hogy kálvinistának nevezzük ezt az egyházat, lefekteti az egyházi rendet, tehát a liturgiális rendet, illetve ezen a helyen gondolkozik, írja a verseket, amik majd később alapjai lesznek a genfi zsoltároknak. Majd az erkölcsök romlása miatt feje tetejére áll egész Genf városa, erkölcstelenség a tetőfokára hág, ezért visszahívják Genf városába, és hát nem mint egy sértődött érkezik vissza Genf városába, hanem ahogy ő mondta, és ez az ő jelmondata, hogy szívemet vagy életemet égő vagy élő háló áldozatul felajánlom az Istennek vagy az Úrnak, illetve Genf városának. Genf városra teljes egészében megújul, gazdaságilag is bankok jönnek létre, kölcsön, pénztárak vannak, megszünteti a nagy kamatadót, tehát az uzsora kamatot, és egy egészen erkölcsös várossá fejlődik Genf városa, de ki lehet azt is mondani, hogyha dicsekedni akarunk vele, hogy hát ő vette rá a genfieket arra, vagy a svájciakat arra, hogy kezdjenek el valami olyannal foglalkozni, amivel a világ különböző, vagy egyéb más tájai nem foglalkoznak, így ösztönözte a svájci óra készítését is többek között. 1564-ben halt meg, kívánsága pedig az volt, hogy jeltelen sírba temessék, azért, hogy senki ne menjen és ne tegye tiszteletét a földi Calvin János, és idézőjelben mondom, gyarló Calvin János sírja fölött. Nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes történelemleckét. Egy érdekes kérdés érkezett a nézőktől. Mi a különbség a református vallás és a luteránus vallás között?
Tehát egy csoportba tartoznak. Egy csoportba tartozunk. Mégis van valami különbség. A különbség a következő. A református egyház két szentséget tart, a kerességet és az úrvacsora szentségét, vagy azért, hogy a katolikusok értsék, tehát a mise szentségét, tehát ez vagy az áldozásnak a szentségét, míg az evangélikus vagy luteránus egyházban még van egy harmadik szentség, a gyónásnak a szentsége. Tehát Lutherben hagyta az úrvacsora, a keresség, igen, és a gyónás szentségét. Ha pedig külső szemlélőként nézzük, akkor az evangélikus vagy luteránus templomba bent maradt az oltár, van oltárkép, van gyónás, illetve ugyanúgy, ahogy maradtak bizonyos katolikus elemek az evangélikus liturgiába. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Átadnám a szót Ecsedi Árpádnak. Engedjék meg, kedves nézőink, hogy Árpival mi tegeződjünk, hisz évek óta jól ismerjük már egymást. Tőled is egy rövid bemutatkozót kérnék az elejére. Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ecsedi Árpád vagyok, 1974. november 26-án születtem itt Nagybányán. Itt jártam iskolába, az általános iskolát itt végeztem, a Nagybányi 11-es általános iskolában. Azt követően a Görgesinka és a Mihály Mnyeszkő gimnáziumokban tanultam. Sikeres érettségét követően két esztendőn keresztül könyvelést tanultam. Azt követően pedig felvételt nyertem a Nagykőrösi Károli Gáspár Református Egyetem tanítóképző főiskolai karának a hittanoktató szakára. Itt elvégeztem a főiskolát, rediplomáztam, azt követően pedig második egyetemnek felvettek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe. Hol szolgáltál, hol kezdted pályafutásod? 2003-ban végeztem Kolozsváron, és azt követően pedig kinevezést nyertem a Nagybánya Óvárosi Református Egyházközségbe, ahol egy év és négy hónapon keresztül segédlelkészként szolgáltam. Elmondhatom, hogy nagyon jó volt ez az egy év és négy hónap, nagyon sok-sok mindent megtanulhattam, sok mindent láthattam, hiszen principálisan volt az a Kádár Miklós, aki igen nagy tudású ember volt, és igyekezett sok mindenre megtanítani engem is. Azt követően pedig a Misztótfalui gyülekezetben nyertem kinevezést 2005. január 1-től, ahol 10 év és 4 hónapon keresztül szolgáltam. Nagyon örvendek ennek az időszaknak is, hiszen sok-sok mindent sikerült elérni és megvalósítani Misztótfaluban. Talán egyetlen egy dolgot kiemelnék. 2015-ben volt 365 éve, hogy született Misztótfalusi Kis Miklós, és hát az ő tiszteletére egy félalakos szobrot sikerült leleplezni ünnepi pillanatok közepette. Amikor vendégünk volt, Magyarország országgyűlésének az elnöke, Kövér László elnök úr, és hát nagyon jó volt valamennyünk részére, hogy együtt lehettünk, illetve maga a szobor az egy emlékjel marad az utókor részére is. Mikor kerültél Koltóra? Úgy tudom, hogy Varga Károlytól vetted át a staféta botot Esperes úrtól. Gondolom nem volt könnyű nyomdokába lépni, hisz ő szinte egy életet ott szolgált Kolton. Hogy fogadtak téged az ottani gyülekezet? 2005. április 1-től szolgál a Kolton, a koltói presbitériumnak a meghívására, illetve a gyülekezet megszavazására érkeztem Koltóra. Így tehát ők voltak azok, akik meghívtak, és hát úgy érzem, hogy örömmel fogadtak, legalábbis a többsége a gyülekezetnek. Azt követően pedig igyekeztünk megbarátkozni egymással azok, akik nem ismertek közelebbről, vagy esetleg más elképzelésük volt, mint ami vagyok valójában. De jó van tudni időt ezt még bizonyítani, mert fiatal vagy. Így hajrá! Van. Jó tudni azt, hogy egy nagyon jó állapotban levő egyházközséget találtam Kolton. Ezt azért kell elmondani, hiszen mikor Misztótfaluba kezdtem a pályafutásomat, akkor esett az eső a Misztótfalus templomba, innen indítottunk, ami egy igen kényelmetlen helyzet volt. Ezzel ellentétben tudjuk azt, hogy a koltói gyülekezet az napra van, minden tekintetben és minden szempontból, hiszen a temploma is jó állapotban van, parókia, gyülekezeti ház, mind-mind az épületei jó állapotban vannak. Valójában, ahogy hallhattuk, én is így érzem, hogy staféta munkát végzünk. És úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hiszen a Szentírásban is számos alkalommal találunk utalásokat a stafétára. Gondolhatunk akár arra az ifjú Gedeonra, aki átveszi Mózesnek a stafétabotját, vagy esetleg az a Salamon, aki
Dávid királytól veszi át a stafétabotot, hogy az ifjú Pál, aki, illetve az ifjú Timóteus, aki Pál apostoltól átveszi a stafétabotot és tovább viszi. Valahogy így érzem én is magamat, amikor Koltóra kerültem. Tény és valóság, hogy Varga Károlynak elévülhetetlen érdemei vannak Koltón, azokért az épületekért, amiket megépített. Gondolok itt a parókiára, gyülekezeti házra és két kápolnára, ami a nevéhez fűződik, illetve az épületeknek a rendbetételére, hiszen 38 esztendőn keresztül szolgálta ezt a gyülekezetet. Én viszont nem a múltat, hanem a jövőt szeretném megvalósítani Koltón. Sok sikert kívánok neked ehhez! Én előre tekintek, és optimistán tekintek előre, hiszen van kivel együtt dolgozni, és ez reménységgel tölt el a jövőt illetően. Térjünk talán a fesztiválra, a reformációi református fesztiválra, amit június 17-én rendeztek meg. Ki álmodta ezt meg, ki a főszervezője? Ki segít nektek ebben? Ki sponzorizálja esetleg? Pályázati úton jutottatok-e a támogatáshoz? Egy kicsit kérlek, fejtsd ki. No, elhangzott már, egy igen fontos esztendőhöz érkeztünk, a Németh László gimnáziumnak a ballagásán, én magam is elmondtam, amikor 2017-et írunk, akkor egy igen fontos dátum az, amit lerögzítünk, hiszen 2017-ben 500 éves a reformáció. De említhetünk más fontos eseményeket is ebben az esztendőben, hiszen 470 éve érkezett a reformáció Nagybánya és környékére. 450 éves a Magyar Református Egyház. 200 esztendővel ezelőtt született Arany János, 110 éve született Dzsida Jenő. Tehát ezek mind olyan fontos évfordulók, amelyek maradandó élmények a mi számunkra és a jövendő részére is. Talán még egy dátumot kiemelnék, 170 évesek a mézes hetek. Petőfi Sándor és Szendrei Júlia 170 esztendővel ezelőtt érkeztek Koltóra. Tudjuk, hogy itt töltik legboldogabb napjaikat, és a magyar szerelmi lírát is bővítik sok-sok verssel ebben az időszakban. Amikor felmerült az ünnepségnek az ötlete, akkor a fiatal kollégák voltak azok, akik előálltak, a Kovács Péter magyar belkészi lelkész, illetve Orbán István misztudfalui lelkipásztor, hogy tartsunk egy fesztivált. Az ő ötletük volt tehát. Ők viszont úgy képzelték, hogy egy háromnapos rendezvény legyen, ami viszont nagyon nagynak bizonyult, illetve úgy érzem, hogy megvalósíthatatlan, hiszen nem sikerül három napon keresztül ingáztatni a vidéken vagy távol levőket. Hosszúmező, Máramarosziget, Szamosaldó, Monó, illetve Magyarlápos, Domokos nem tudnának három napon keresztül, vagy nem vállalnák azt, hogy három napon keresztül ingázzanak. Tehát ők is itt lesznek. Igen, az sem megvalósítható, viszont, hogy 500 vagy 1000 embert itt altassunk két éjszakán keresztül. Itt tehát arra következtetésre jutottunk, hogy jó lenne mindent összefoglalni, és egy egész napos rendezvény keretében lebonyolítani az emlék ünnepét, hiszen valójában a reformáció emlék ünnepéről beszélünk, amikor kimondjuk azt, hogy 500 éves a református egyház. Jött egy érdekes kérdés ezzel kapcsolatban. Igen. Miért pont fesztivál nevet adtatok? Hogy jön össze a fesztivál egy emlékünnepéjel? Egy református emlékünnepéjel? Ezt Facebookon írták nekem, kérdezzek rá. Az az igazság, hogy számoltam erre a kérdésre, hiszen sokak részére kicsit merésznek tűnik a fesztivál megnevezés. Ha viszont kezünkbe veszünk egy szótárt, vagy egy értelmező szótárt, akkor ott azt láthatjuk, hogy a különböző népünnepélyek vagy kulturális események, amelyek sok-sok embert érintenek és szabad téren történnek, azokat fesztiváloknak nevezik. Így tehát most ezen alkalommal mi is úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha nyilvánosság előtt a teljes egyházmegyével, illetve meghívott vendégeinkkel együtt megjelennénk, hiszen akkor rögtön rá is térek a június 17-i ünnepére. Június 17-ére várjuk tehát az egyházmegye minden gyülekezetét kivétel nélkül. Egy olyan alkalom ez, ahol megmutathatjuk a nyilvánosság előtt is örökségünket és református hitünket. Konkrét programokra kérlek, térj ki. Ígéretünk van rá tehát, hogy ezen az alkalmon elfogadta meghívásunkat főtiszteletű Csűri István püspök úr, Királyhágomeliki Református Egyházkerület első őrállója. Azt követően különböző konferenciákra kerül sor. Persze az istentisztelet után ezt még hozzá kell tennünk. Úrvacsoraosztás következik, hiszen úgy érzem, hogy a református egyházunknak a legszebb
ünnepélye, az úrvacsoraosztás. Azt követően különböző előadások lesznek a Nagybánya óvárosi templomban, a Nőszövetségnek az előadására kerül sor, amikor vendégünk lesz dr. Békefi Lajos, aki Magyarországról érkezik mi hozzánk. Ő tart majd előadást. Ez hánytól lesz? Nők részére. Hát nagy-nagy valószínűséggel déli órákban kerül sor. Pontos programot hol olvashatják? Pontos program is létezik. Nézzük. Jelenleg már megjelent egy beharangozó a nagybánya.ron, illetve a Bányavidéki Újszóban, és folyamatosan bővítjük a nyilvánosság előtt a programainkat. Már elkezdtük a gyülekezetekkel való szervezést év elején, februárban már a gyülekezetek tudták azt, illetve lelkipásztorok, és tudták azt, hogy a gyülekezetek részére is hirdetni kell ezt az alkalmat, hiszen ez egy rendkívüli alkalom a református egyház történelmében, amikor együtt lehetünk a különböző vidékről bejött testvéreinkkel, a különböző gyülekezetekkel, vagy mondhatom azt is, hogy mind a 20 gyülekezetünk képviselteti magát ezen az alkalmon. Kik fognak még előadásokat tartani? Előadást tesz a presbitériumok részére is, a Nagybányai Evangélikus templomban, ott pedig Alföldi Lakatos Tibor Kálvi Jánosról és Luther Mártonról fog előadást tartani, illetve Vicsai János főgondnokurunk, ő pedig a 95 tételről fog majd beszélni a presbiterek részére. Ezen kívül lesznek családi sátraink, ifjúsági sátrak, ahol a különböző programok lesznek azok, amelyek színesítik ezt az alkalmat, a családok, illetve a gyermekeink részére. Talán külön is ki kell térnünk a gyermekprogramokra, hiszen igen sok gyermekprogrammal készülünk. Mondj egy pár példát. Melyek a Teleki Magyar Házban, illetve a Magyar Háznak az udvarán lesznek majd megtartva. Talán elég, hogyha azt mondom, hogy agyagozásra, kézműeskedésre, illetve báb színházra, báb előadásra kerül sor. Itt tehát biztatjuk a nézőket, hogy azok, akik tehetik, hozzá kell gyermekeiket, fel vagyunk készülve, nyugodtan jöhetnek, 100-200 gyermek elfér a Teleki Háznak az udvarán. Talán 10:30-tól lesz, ugye? Úgy látom. És 10:30-től, tehát a gyerekeket előtte le lehet tenni a Magyar Házban, és azt követően pedig a szülők kijöhetnek a térre, hiszen maga a fő helyszín, ne a rendezvénynek, az Nagybánya régi főtere, a történelmi régi főtér, ott lesz majd egy hatalmas nagy színpad, hangosítás, minden, ami hozzátartozik. Innen fogunk majd elmenni a különböző konferenciákra, és ebédet követően pedig visszaérkezünk, hiszen a délutáni programok 16:30-tól kezdődnek majd, és azért is fontos, hiszen délután néptánccal, illetve fellép a Berekenye néptánc együttes Szilágycsebből a talp alatt helyi gyerek együttes. Gondolom a koltója sem maradnak ki. És nagy reménységük szerint igen, a sonfa is majd velünk tart. Azt követően pedig egy ifjúsági zenekarunk is lesz, a Reménység, ők Maros megyéből érkeznek hozzánk, és úgy gondolom, hogy a napnak a fénypontja az a Sárospataki 8-kor színház, ők viszont verses, zenés előadásokkal színesítik ezt az alkalmat, mindazok részére, akik velünk tartanak, és eljönnek majd erre az ünnepére. Ne adj Isten rossz idő esetén, ne legyen így, de van egy B-terv. Mindenre fel vagyunk készülve, hiszen a Nagybánya óvárosi templom rendelkezésünkre bocsájtotta a helyet. Az egyházmegyék közgyűlésen ez szóba jött, és ők azt mondták, hogy nyugodtan 1000 ember befér a Nagybánya óvárosi templomba, és még afelett is állva. Így tehát abban az esetben, hogyha rossz idő van, akkor a különböző templomok állnak majd rendelkezésünkre. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok velünk ezt a szép programot. Utolsó kérdésem az lenne, hogy katolikusokat befogadtok-e? Tehát én elmehetek-e, mint katolikus ezekre a rendezvényekre? Nagy-nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik velünk szeretnének ünnepelni, felekezeti hovatartozástól függetlenül, hiszen jól tudjuk, hogy a reformáció az fontos a mi számunkra, de fontos a vegyes családoknak, és mindazoknak, akik együtt szeretnének velünk ünnepelni. Itt tehát várunk szeretettel mindenkit. 2 percünk maradt még. Egy rövid, nagyon rövid pünkösdi üzenetet szeretnék, hogy mondj a nézők számára.
Pünköst a Szentlélek kitöltetése és az egyház születésnapja. Így tehát rendkívül fontos, hogy lássuk, hogy valamennyien a Szentlélek munkájának a korszakában élünk. Hiszen jól tudjuk, a tanítványok egyedül árván maradnak az olajfák hegyén, amikor az Úr Jézus Krisztus felemeltetik közülük, végig kísérik az ő szemeikkel, ők pedig itt maradnak a földön, félnek, rettegnek, összegyűlnek, imádkoznak, és majd elérkezik a pünkösd napja, ami a görög pentekosztéból származik, ami az húsvét utáni 50. napot jelöli meg, és a Szentlélek kitöltetik rejájuk minden változás, ami elképzelhető, szélzúgás, tüzes nyelvek, illetve erő az, ami ott lakozik az első tanítványok szívében, és én ezt kívánom a nézőknek, és mindazoknak, akik ezen a pünkösdön ünnepelnek, hogy a Szentlélek erejét megtapasztalják a saját maguk életében. Így legyen. Adja Isten, így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégeim voltak, és most együtt búcsúzunk a nézőktől. Újra egy nagyon szép, meghitt, kellemes pünkösdi ünnepeket kívánok mindenkinek. Ne feledjék, holnap szombaton 2-től ismétlés, és én nagyon nagy szeretettel várom Önöket jövő pénteken is. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra!